Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Városi Kispás Bajnokság első osztályában egyre kiélezettebbé válik a küzdelem, hiszen a 25. fordulóban már kialakulni látszik a dobogós, illetve a kieső csapatok helyzete. A bajnokság jelenlegi 6. helyezett csapata a bajnoki címért is még versenyben lévő 2. helyezett Bombombolttal találkozott. A 25. fordulóban Bádogos Bombombolt tehát. Zöld mezben a Bádogos balról jobbra támad, még kékben a Bombon ellentétes irányba. Komáromi, Fésű. Nem volt pontos a passz. Skultédi. Nagy lövés, talán a kapufát is súrolta. Fodor vállalta el a félpálya közepéről. Tehát a Bádogos már is egy kemény lövéssel mutatkozik be. Első támadását követően, már az első percben, aztán egy következő nagy helyzet. Most Kiszeli volt az, aki nem tudta értékesíteni. Fésű, Csucsánszki, Ág fejeli ki. Varró, Szoboszlai, Zsidónak kellett hárítania. Fésű, Kiszeli, Komáromi szerel. Varró, Csucsánszki menti meg, mentette volna meg még a vonal előtt, ám a labda gyorsabb volt. Skultéti bedobása. Csucsánszki, Kiszeli, nem jött be a csel. Fésű. Csucsánszki. Szoboszlai. Varró. Skultéri csúszott be, így szögletre mentett. Csucsánszki szöglete ismételhet. Fodor fejelte ki a labdát az oldalvonalon túlra. Szoboszlai bedobása. Ág szerelte Varrót. Aztán Csucsánszki érkezik a bedobáshoz. Skultéti fejli ki. Komáromi adja hátra Majzer Attilának. Fésű. Csucsánszki. Zsidó hárít. Aztán pedig Fodor szabadítja fel végül a Bádogos kapuját. Fésű pedig hosszan szöktette Csucsánszkit most. A negyedik perc 0-0. Komáromi fejeli vissza a labdát. Fésű. Csucsánszki dobja be. Ág húzta vissza. Az őszi idényben a Bádogos 7-5-re győzte le a Bombon együttesét. Igen, gólgazdag mérkőzésen tehát. Majzer, Szoboszlai még tartja a labdát, aztán Kiszeli szerelte, Skultéti,
ág. Fodor. Komáromi csíptel az átadás, aztán Fodor szerzi vissza. Skultéti a vonal mellett. Csucsánszki hanászta el a beadást. Szoboszlait lökte ág. Ezért jár a szabadrúgás a Bombon javára. Csucsánszki kivégzi el a szabadrúgást. A beadásra nem érkezett játékostárs. Így marad a 0-0. Ág. Szoboszlai piszkált bele. Fodor. Kiszeli, Fodor kapja vissza. Fésű szerelte. Kiszeli. Így hajszállal, de lekésett a labdáról. Csucsánszki. Szoboszlai. Komáromi futott el mögötte, hát Szoboszlai nem váltott vele. Varró bedobása következhet. Ott hagyja a labdát Csucsánszkinak. Komáromi tisztán Zsidónak kellett lábbal hárítania. Újabb bedobás tehát a Bombon javára. Skultéti fejelte ki. Így Szoboszlai végezhetett el szögletet, aztán most Csucsánszki érkezik a bedobáshoz. Szoboszlai még tartja a labdát, Csucsánszki a szélen. Varró fejeli kapura Zsidó kezébe. Kiszeli. Nem tudta elég jól levenni a labdát. Messze pattant tőle, így vissza kellett érte futni. Csucsánszki. Fésű. Ág bedobása. Skultéti. Komáromi vissza egyből. Szoboszlainak hosszú. Zsidókapus kidomása. Komáromi. Varró. Szoboszlai tartja meg. Jó a csel. Picit hosszan szöktette magát. Aztán Varró lépett oda. Rátartott. Na. Rádogos hátvédjének lábára. Skultéti. Kiszeli. Fésű előzte meg. Szép volt a passz is. Varró. Csucsánszki a jobb oldalon. Varró fut fel. Nem kapta a labdát. Varró bedobása. Szoboszlai próbálkozott egy fejessel. Szöglet. Csucsánszki szöglete. Ánk szabadít fel. Eddig mezőnyfölényben játszik a Bombon volt, amikor 9 perc telt el a mérkőzésből. A mérkőzés állása azonban 0-0. Kiszeli. Komáromi. Majzer. Fodor vissza. Kiszeli. Skultéti jön érte hátra. Csucsánszki. Fésűt keresi labdájával. Aztán Fodor fejelte ki a játékszert.
Kiszeli mellé. Csusánszki. Komáromi. Szoboszlai. Ág csúszott be, aztán végig követi a földön ellenfelét Komáromi, Zsidóba lövi a labdát. Varró, Csucsánszki, Szoboszlai, Fodor lépett közben az utolsó pillanatban. Első lécről a gólvonalon kívülre vágodott a labda. Nagy lövés volt. Kiszeli, Komáromi emeli ki. Fodor. Nem történt szabálytalanság. Fordulhat a bombon. Varró, Csucsánszki labdájával, Zsidó és Szoboszlai lőtte ki végül. Csucsánszki szöglete. Fésű érkezett magasan fölé. A találkozó 12. percében járunk. 0-0 még a mérkőzés állása. Csucsánszkit szerelték az imént, aztán Szoboszlai kapja a bedobást. Skultéti hozza el, higgadtan. Fodor kapja a bal oldalon. Rá is lövi, és megszerzi a bádogos a vezetést. Fodor váratlanul lőtte el a kaputól mintegy 10 méterre a labdát, és így megszerzi a vezetést a zöldmezeseknek a 12. percben tehát. Eddig végig a mérkőzésen a bombon irányított, ők vezették a támadások sorát, aztán elég volt a bádogosnak egy ellenakció, és egy váratlan lövésből megszerezték a vezetést. Szoboszlai. Másodszor is próbálkozott, Fodor akkor is közbelépett, hasznosan játszik a zöldmezesek 6-os számú játékosa. Csucsánszki bedobása. Zsidó húzza le. Kiszeli. Ág. Kiszeli kapja vissza, Ággal játszik össze, és ott a második. Ez egy szép akció volt. Kiszeli és Ág Csaba vitték végig a támadást, és kijátszották a helyzetet. A 13. percben tehát Ág növeli a bádogos előnyét 2-0 ezzel. Szoboszlai, Komáromi, Zsidó lopja le a lábáról. Dékány, Szoboszlai, Skultéti lépett közbe. Csucsánszki, Komáromi, Ág támadja. Majzer, Dékány csípi még el, aztán Fésű szerel. Csucsánszki. Fésű. Róla ment ki a labda. Mindenki álljon vissza. Ipa, te maradj egy kicsit előtt. Úgy gondolom, erre nem számított, a bombom volt. Dékány. Szoboszlai szerzi meg. Csucsánszkitól kapja vissza. Aztán hosszan szökteti magát. Fésű. Ág szereli. Komáromi még... Ruzics, elnézést, nem Komáromi volt, aki megszerezte a labdát. Szoboszlai, szép gól volt. Csucsánszki beadását Szoboszlai kapásból lőtte a kapu jobb alsó sarkába. A 15. percben szépít a bombombolt 2-1.
Hát 10 perc kellett a csapatoknak ahhoz, hogy megismerjék egymást. 10 percet kóstolgatták egymást. Aztán megkezdték a gólgyártást. Csucsánszki bedobása. Molnár. Zsidó húzza le. Fodor. Ruzic támadta. Ág. Fodor kapja vissza. Dékány. Ruzic lépett oda keményen. Fodor. Majzer jól jött ki a kapujából. Dékány. Fodor a dekázások után tette tovább. Dékány. Nagy lövés. A hálótartó vas látja kárát. Komáromi. Jól megy el Dékány mellett a jobb oldalon. Aztán egyből lő, és ott az egyenlítés. Dékány nagy szólója volt, végigvitte. Illetve Komáromi nagyszólója volt, végigvitte a pályán, aztán egy lövésre vállalkozott éles szögből, amit Zsidó nem tudott hárítani. A 16. percben tehát 2-2. Mindkét csapat egy perc alatt lőtt két gólt. Fodor szöglete. Molnár fejeli ki. Ág lő, és egy óriási gólt lő a bal felső sarokba. Ág kapásból vállalkozott egy lövésre a 17. percben. És második gólját szerzi. Csapata 1003-2-re vezet. Védhetetlen lövés volt. Ha ez vigasztalja a bombon hálóőrét, bár kétlem. Fodor, Ruzic támadja, aztán Komáromi rúgott oda, Fodor fésűről vágódik le. Majzer. 5 perc alatt tehát 5 gólt láttunk. Komáromi lecsúszott a lábáról, nagy helyzet volt ez is. Szabó levágódott. Szabó bedobása. Dékány. Komáromi hátáról hagyja el a labda a játékteret. Szabó sarokkal próbálkozott. Ám ez nem sikerült neki. Aztán fésű csapja be. Majzer kapussal játszik össze. Molnár kapja. Az indítás nem volt jó, Skultéti csípte el. Csucsánszki végzi el a bedobást. Fésű, jól jött ki most a kapujából, Zsidó Attila. Komáromi. Csucsánszki. Még nem vállalkozott lövésre. Komáromi Dékányról hagyta el a labda a pályát. Ruzic. Jó, szép gól volt. Ruzic egy visszahúzó sellel próbálkozott, aztán Komáromi érkezett lendületből, és a kapu jobb oldalába helyezett. 19. perc 3-3 ezzel. Fodor. Skultéti.
Komáromi fejelte vissza. Aztán Ruzic Dékányt húzza vissza. Dékány reklamált a játékvezetőnek, ezért kellett őt figyelmeztetni. Skultéti Molnár lépett közbe, az egyszemélyes sorfal, Csucsánszki Fodor sarokkal mentett, illetve állította meg a bombon akcióját. Pillanatnyilag aztán fésű Molnár, Komáromi, nem érkezett a játékostárs, csupán Szabó az ellenfél együtteséből, és Komáromi rúgott oda Szabó bokájára. 21. perc, 3-3 tehát. Fésű. Ruzic lépte át, ám Molnárig már nem jutott el a labda. Szabó. Csucsánszki. Fésű. Molnár onnan jött el, éppen ahova a labda érkezett most. Komáromi. Dékány szépen húzta a labdát. Aztán az indítása már nem volt jó. Skultéti fejelte oda Ágnak. Még elcsípte a vonal előtt Szabó, aztán kisodorta magával a labdát. Ruzic. Még mindig Ruzicnál a labda. Fésű. Ruzic pörgeti fel, Fésű kapja vissza, kapu fölélő. Skultéti. Dékány, Fésű kézzel ért a labdába, amit Dékány fejelt volna középre. Fodor végzi el a szabadrúgást, Dékány, kapufa, még mindig ott a lehetőség, és Dékány ismétlését fogta meg végül Majzer. Csucsánszki. Kiszeli lépett közbe. Ruzic. Molnár Ruzicsal játszik össze, aztán Fodor csúszik be jól. Komáromi. Molnár. Majzeré. Csucsánszki. Komáromi. Molnárnak rövid volt a labda. Zöldmezesek dobnak. Fodor. Skultéti. Dékány. Két és fél perc van hátra az első félidőből. 3-3 az eredmény. Csucsánszkit szerelte Skultéti, aztán Ruzic mellett is elmegy. Fodor teszi be középre, és Kiszeli érkezett. Szép akció, és ismét vezetést szerez a bádogos. A 24. percben Kiszeli volt eredményes. 4-3 ezzel a bádogos javára. Sakmat helyzetet teremtettek a zöldmezesek. Ruzic. Fodor. Bádogosé a bedobás lehetősége.
kiszeli, róla hagyja el a labda a pályát, fésű, Komáromi. Varró. Fésű. Dékány. És most járt le az első félidő, tehát a Bádogos 4-3-ra vezet a Bombombolt ellen. Végig a Bádogos szerzett vezetést a mérkőzésen, a Bombon egyenlítgetett. De a helyzeteit a Bádogos használja ki jobban eddig. A második fél időt a Bádogos kezdte, az a Bádogos, aki 4-3-ra vezet. Komáromi. Skultéti, Kiszeli, Fodor. Kiszeli kapja vissza, egyedül próbálkozik és mellélő. Nem sokkal került el a kaput a lövés. Komáromi. Ruzics. Dékány. A Varró szerzi meg. Komáromi. Fésű. Dékány lépett közbe ismét. Fodor. Dékánynak hosszú. Fésű. Ruzics. Molnár. Kapott egy rugást a bokájára. Ruzics végzi el a szabad rúgást. Skultéti. Fodor, Ruzics, Varró, átszabadít fel egy pillanatra, aztán Molnár lőtt el messziről, Zsidó jó helyen állt. Fésű, Komáromi. Ák szerelte Varrót, illetve nem is szerelte, hanem megelőzte. Varró. Ruzics. Varró kapja ismét középen. Fésű. Kiszeli. Varró. Kultéti. Ruzics. Ág szabadított fel egy pillanatra, aztán Varró teszi vissza a Dékány. Kiszeri indulhat meg. Megállítja a labdát Fodornak. Hagyta ott Fodor. Komáromi lépett közbe, nincs kint a labda. Ág. Dékány. Lehelet finoman próbáltak középre játszani Kiszelinek, ám ő nem számított rá. Komáromi elövi, és egy szerencsés gól. Komáromi lövése lecsúszott a lábáról, ám a hátrafutó Ág
rapattant, akiről a hálóba jutott a labda. Így tehát 4-4 a második félidő negyedik percében. Fej-fej mellett haladnak a csapatok, tehát nem igazán lehet megjósolni, mi lesz a végeredmény. Molnár még elérte a vonal előtt, aztán ő rúgta ki. Dékány bedobása. Majzer. Komáromi. Dékány mellett megy el. Aztán a vonal mellett viszi végig, és Dékány lép közbe, szögletre ment. Komáromi. Fésű. Szépen vette át a labdát, aztán csúnyán a kapu fölé durrantott. Komáromi félte vissza Zsidó kirúgását. Fodor lövi el, Majzernak kellett résen lennie. Fodor bedobása, Kiszeli fejelte vissza, ám nem érkezett játékostárs. Molnár 3-2 ellen, Varró, visszaérnek a védők, és Fodorról pattant vissza Varró Gyulára a labda. Így a Bádogos dobhat. Skultéti. Zsidó kidobása. Kiszeli tartja meg, két ember között próbálja elvinni. Sikerül is neki pillanatnyilag, aztán fésül lépett közbe. Fodor bedobása. Komáromi csúsztatja meg, aztán Majzer dobja ki. Ruzic nem tudta átvenni a labdát egészen jól. Fésű. Szoboszlai. Varró. Szabó szereli, aztán Komáromi szerzi vissza. Szabó erőszakosan tartja a labdát. Majd Ruzic rúgta ki. Szabó bedobása, Varró fejelli ki. Fodor fejjel tartja meg. Fodor. Skultéti. Jól tartja. Varró őrzi. Aztán Komáromi is odaér. Fordulhat a bombon, Szoboszlai. Komáromi még mindig próbálkozhat. Nincs kint. Fésű. Szoboszlai Szabó támadja. Szoboszlait Szabó akadályozta abban, hogy játékba hozza a labdát. Fésű. Komáromi. Ruzic. Szabó szerzi meg. Skultéti. Ruzic. Varró, Szoboszlai nagy helyzetben, Zsidó kapus hárít. Nyolc és fél perc telt el a második játék részből. Varró, gól! Félfordulatból lőtt Varró a Bádogos kapujára, és eredményes volt így. Először a mérkőzésen átveszi a vezetést a Bombombolt.
5-4 tehát a Bombon javára. A 34. percben Fésű. Varró. Ruzics. Majzer. Fésű, aztán Ruzics a labda útja. Varró. Skultéti. Komáromi. Ruzics. Varró kapja. Három. A három ellen Szoboszlai nem ért bele, nem piszkált bele Ruzics labdájába. Aztán Fodor fordul. Komáromi mellett megy el, és Majzer érkezik jókor. Lökésért jár a szabadrúgás a bádogos javára. 7 méterre a kaputól Fodor végezheti el a pontrúgást. Majzer és Szabó lögdösődik a kapu előterében. Fodor. Ág lőtt el magasan a kapu fölé. Varró. Még megtartja a Komáromi, teszi tovább. Szoboszlai. Nem volt túl jó az irányzék. Ág. Ruzics fejelte vissza. Skultéti. Kiszeli. Komáromi szerzi meg. Fésű kapja. Fésű még mindig. A Bombon dobhat. Skultétiről vágódott ki a labda. Varró. Aztán Ág szabadít fel. Kifelé jár a szabadrúgás. Szoboszlai lökött középen a kapu előterében. Szabó. Skultéti. Kiszeli. Szabó. Jól kapja vissza, és egyenlít a bádogos. Fodor perdítette vissza Szabónak a labdát, aki ki is használta a lehetőséget, és a második félidő 13. percében egyenlít a bádogos. 5-5 tehát. Fésű. Komáromi. Fésű volt szabálytalan. Fodor. Skultéti. Komáromi szerzi meg. 4-3 ellen Komáromi, és elcselezte magát. Egy pillanatra sem lazsálhatnak a csapatok, hiszen már is kihasználja az ellenhibáját a másik fél. Kiszeli, aztán Fésű lépett közben, majd pedig Szabó lövése került el a kaput. Komáromi. Szoboszlai mellel veszi le. Ruzics kapja, aztán keresztbe ellövi a kapu előtt. Külsővel próbálkozott.
Skult éti. Fodor véti el. Majzer kidobása. Ruzsics szelidíti meg a labdát. Még mindig nála a játékszer, aztán kiszedi, szedi le. Zsidó kirúgása a másik kapusig, Majzerig. Szoboszlai. Ág lépett közbe. Most Csucsánszki érkezhet a bedobáshoz. Ruzsics kapja, Szoboszlai. Levágódik az első, második már nem, és ott van a hatodik bombon találat. Az első lövés levágódott, aztán a visszakerült labdát Szoboszlai már a bal alsó sarokba juttatta. Némi szerencsével azért. Így most ismét a bombombolt vezet, tehát 6-5. A 40. percben járunk. Majzer. Csucsánszki. Most lövi el, kapufa. Nagyon jó lövés volt. Kapufáról vágódott ki. Bomboné a labda, Szoboszlai nem találta a labdát, Ág szabadít fel hosszan. Majzer kidobása Szoboszlai felé, kézzel ért a labdába. Tehát a második félidő 17. percében járunk, és 6-5-re vezet a bombombolt. Szoboszlai húzza ki. Ág. Majzer. Komáromi. Jól tartja meg. Csucsánszki. Ruzsics. Komáromi. Ág szerzi meg. Szabó. Még mindig ő. Komáromi szerelte. Komáromi nagyon jól játszik. Csucsánszki. Ruzsics. Fésű. Komáromi. Ruzsics. Rövid volt a passz a Csucsánszki felé, aztán egy becsúszó szerelés. Szabálytalan, aki ítélte a játékvezető. Szoboszlai támadta keményen Szabót. Egy pillanatra elszabadulnak az indulatok. Nem lennék a sípmester helyében. Skultéti mellé. Csucsánszki. Fodor szerzi meg. Komáromi lövi el egyből, és Fodorról vágódott vissza. Szoboszlai. Komáromi kapja, Csucsánszki lövi el mellé. A 44. percben járunk. Tehát 6 perc van hátra a mérkőzésből, és 6-5-re vezet a bombombolt. Szoboszlai. Fésű.
szaladt el mellett a jobb oldalon, nem. Szoboszlai inkább kapusát választja. Ág. Skultéti. Fodor. Messze pattan tőle a labda. Így Komáromi tudja szerelni. Ág. Csucsánszki. Komáromi. Négy ember között lőtt el. Illetve csak két ember között, négyen voltak hátul. Arra várva, hogy mikor léphetnek közbe. Fodor. Szabó. Fodor lövi el. Majzerről kivágódott, aztán Szoboszlai mentett. Skultéti. Kiszeli. Fési lépett oda. Fodor végezheti el a szabadrúgást a kaputól 9 méterre. Ág. És Szabóról hagyja a labda a játékteret, így a bombombolt lendülhet támadásba a bedobás után. Fésű. Majzernak dobja haza. Majzer kidobása. Fodor fejeli vissza, Szabó kapja, aztán Ruzics szerelte. Szabó kiszeli, Fésű lépett közbe. Bő 4 perc van még hátra a találkozóból. Tehát 4 perce maradt a bádogosnak arra, hogy egyenlítsen. Ruzics. Majzer szedi fel, és inkább a dobást választja a kirúgás helyett, aztán Csucsánszki húzza le a visszafejelt labdát, aztán kirúgja. Csucsánszki. Jó az indítás Ruzics felé, talán egy picit hosszú, igen, nem tudta bent tartani Ruzics Gábor a labdát. Szabó. Skultéti. Kiszeli, Fésű szerelte. Ruzics. Komáromi kéri három ember között. Nem kapja. Csucsánszki jól tartja meg, és indulhat egyedül. Zsidó védett. Komáromi. Csucsánszki. Szoboszlainak kapásra, az oldalhálót találja el. Ág. Szoboszlai szerelte. Skultéti. Csucsánszki és Szoboszlai fejelgetett. Majzer. Szoboszlai tartja. Csucsánszki fejjel át a túloldalra Varró felé. Ág tisztázott. Varró bedobása. Komáromi, aztán Varró ismételhetett volna. Zsidó lépett közben jókor. Mivel a labda plafon tért, játékvezetői feldobás után Kiszeli adta vissza a labdát a bomboltnak. Csucsánszki. Komáromi. Még mindig ő, és nagy gólt lő! Komáromi váratlanul ketten húzták szét a mezőnyt, Varró és Szoboszlai, Komáromi előtt pedig szabad. Szabaddá vált az út, és ő a bal felső sarkot választotta. Így tehát 2 perccel a vége előtt, a 48. percben tehát 7-5-re vezet, ha bombom volt.
Komáromi negyedik gólját szerezte ezzel. Varró. Így most már úgy érzem, eldőlt a találkozó. Komáromi ismét. Kiszeli fordulhat. Dékány várt a középen, ám Csucsánszkiban akadt el a labda. Fésű. Szabó kapja. Dékány. Varróról vágódik ki. Másfél perc van hátra a találkozóból. Csucsánszki, Molnár indul meg. Kapja is Csucsánszkitól. Varró, rövid volt a passz. Kint a kapus, és ki is rúgja. Egy újabb gólszerzési lehetőség volt. Eltotojázták a bombon támadói. Majzer. Átszáll mindenki fölött a labda. Ez pedig már kint van. Komáromi. Fodor lövi még el. Aztán Csucsánszki kapja, és most járt le a második félidő 25 perce is, tehát vége a találkozónak. A Bombom volt 7-5-re nyerte a találkozót a Bádogos ellen. A Bádogos végig jó játékot mutatott, szinte a mérkőzés alatt végig ők szereztek vezetést, amit a Bombom mindig kiegyenlített. A második félidőben aztán fordult a játékképe, és a Bombon szerzett egy-egy gólos vezetést, amit a Bádogos egyenített ki egészen 5-5-ig, majd pedig az utolsó 10 percre felőrölte ellenfelét a Bombomból, és 7-5-re nyerte a találkozót. A Bombon tehát az utóbbi fordulókban menetel, még a Bádogos hullámvölgyben van, de nézzük, mi történt még a 25. fordulóban. A 25. forduló nyitó mérkőzésén a Zöldker 96 Kft. A Blue hétfővel találkozott. A mérkőzés kiesési, illetve kiesést elkerülő rangadónak is beillett. Ennek megfelelően kezdtek a csapatok. A mérkőzés elején a Blue hétfő volt aktívabb, majd a Zöldker fokozatosan átvette az irányítást. Mindkét csapat sok gólhelyzetet dolgozott ki, azonban csak egyet-egyet tudtak értékesíteni. A második játék részben a Pepita mezesek egy szerencsés góllal szereztek vezetést, amit a hétfő kiegyenlített. Ugyanez még egyszer megismétlődött, érzékeltetve a küzdelem nagyságát. A Zöldker harmadszor is előnyre tett szert, ám ezt a Blue hétfő nem tudta egalizálni, így maradt a 4-3-as Zöldker győzelem. De úgy érzem, küzdelmes jó mérkőzés volt, fordulatokban is gazdag volt, szerencsére nyertünk végre. Nem érzed úgy, hogy esetleg a döntetlen reálisabb lett volna? Hát úgy gondolom, egy kicsit azért valamivel enyhén. Tehát ez az egy gól azért valahol tükrözte a mérkőzés képét. Jóval nem feled győztünk le. Hát küzdelmes volt a mai mérkőzés, de Isten igazából három meccs van vissza már csak a bajnokságból. Ezt kettőt szerettünk volna mindenféleképpen hozni. A cél az, hogy bennmaradjon a csapat azért a első osztályba. Hát sajnos én a labda az gömbölyű, és most egy kicsit hát a szerencse is a másik csapat mellett volt. Két mérkőzés van vissza, de továbbra is bizakodóan nézünk, azért mindenféleképpen szeretnénk ezt a kettőből kettőt hozni. Annak ellenére, hogy az egyik csapat a C+ lévez, de hát kicsit nagyobb kihívás, hogy felszívjuk magunkat, és reméljük, hogy azért benne van. A Sűné és barátai C+V találkozó a papírformának megfelelően kezdődött. A 8. perctől a C+V szinte azt csinálta a pályán, amit akart. Az indulatoktól sem mentes, feszült hangulatú találkozó első félidejében a bajnok aspiráns már 4 gólos előnyre tett szert. A második félidőben kiegyenlítettebb lett a játék, ám a Süni így sem tudta megszorítani ellenfelét. Sőt, egyszer sem sikerült bevenni a C+V kapuját, csupán egy kapufára futotta, ebben is a bordómezesek segítkeztek. A listavezető tovább tudta növelni előnyét, és magabiztos 7-0-ás győzelmet aratott. Hajtos meccs volt addig, amíg az első két gólt meg nem rúgtuk, és utána hát mégis ők is akartak győzni. Ez az idegességem múlott, mert nem tudták velünk szerintem felvenni a versenyt ebbe az ideg állapotba se, mert igazából ebből a csapatból, aki ki tudok emelni, csak a Bozai Attila volt, aki igazából szerintem hozzánk felnőtt. Ennyire jobbak voltunk szerintem. Ha mi komolyan veszünk minden mérkőzést, én úgy gondolom, még ha így is, hogy kevesen vagyunk, és az átlag életkor 40 év,
Én vagyok talán egyedül 28 éves, aki legfiatalabb, szerintem mindenkit meg tudok venni, és be is bizonyosodik. Csak kicsit oda kell figyelnünk. És mindenki, nem biztos, hogy sokan örülnek, hogy mi ezt megnyertük, de hát ezek szerint mi vagyunk a legjobbak. Azért ilyen meleg pillanatban 7 gólt rúgtunk, azért ez önmagáért beszél. Az volt a baj, felvettük a kesztyűt az ellenféllel, aztán elég tüzes mérkőzés alakult ki. Hát ez így jött össze. Kiesést ezt elkerültük. Végül is a mozgás a lényeg számunkra. Komolyabb célokat nem tűztünk ki. A második játéknap első találkozóján a MÁV gépészet a Fapados söröző ellen lépett parketre. Az utóbbi hetekben szárnyaló és a kiesés ellen küzdő MÁV gépészet halványabban kezdett, amiért 2 góllal bűnhődött. A szünet előtt nem sokkal azonban kihasznált egy kiállításból adódó emberelőnyt és szépíteni tudott. Fordulás után a Fapados növelte előnyét, ami inkább a MÁV játékosait tüzelte fel, és nagyobb sebességi fokozatra kapcsoltak. A sok test-test elleni harccal tarkított küzdelmes találkozón a MÁV előbb csökkentette, majd pedig kiegyenítette hátrányát. A dobogóért küzdő Fapados söröző ismét vezetéshez jutott, ám a mérkőzés végét jelentő sítszóig nem tudta tartani előnyét, így 4-4-es döntetlennel zárult az összecsapás. Szerintem igazságos döntetlen született. Az igazság, hogyha kompletten fel tudtunk állni, gondolok erre, hogyha kapusunk van, akkor szerintem meg tudtuk volna nyerni ezt a mérkőzést. Egész szépen menetelünk most tavasszal, és az őszt elrontottuk, de szerintem elég lesz a bennmaradáshoz, és a következő szezonban is az első osztályban folytatjuk. Véleményed szerint te a kapuban vagy a mezőnyben vagy jobb? Hát mindenképpen a mezőnyben, szerintem mutatja ezt a mostani eredmény, ez a 4 bekapott gól, az egyik mindenképpen az élelkem, ez szárad. Elől jobban érzem magam a kapu előtt, amikor én vetem be az ellenfél kapusának a hálóját. Sajnos egyáltalán vagyok elégedett döntetlennel. A dobogós helyhez kellett volna nekünk a győzelem. Hát sajnos kevés mozgás volt a mai mérkőzésen, ennek köszönhető ez a döntetlen. Megpróbáljuk a hátralévő meccseket megnyerni, és ha a riválisok esetleg vereséget szenvednek, akkor van esélyünk a dobogóra. A szinte már biztos kiesőnek számító mástészta a stabil középcsapat Fedél Kft-vel találkozott. A mérkőzés első részében a Fedél Kft dolgozott ki több helyzetet, mégis a mástészta szerzett vezetést. A Fedél egy leindítást követően még az első félidőben egyenlíteni tudott. Ez nem zavarta meg a bordómezeseket, és 2-1-es mástészta vezetésnél fordulhattak a csapatok. A második félidőben a Fedél erőteljesebben kezdett támadni, minek eredményeként először egyenlített, majd a vezetést is átvette. A mástészta nem hagyta annyiban, és helyenként kifejezetten jó játékot mutatva sikerült egyenlítenie. Azonban gyorsan jött a válasz a másik oldalon, és ismét az ellenfélnél volt az előny. A meccs utolsó percei megint a mástésztái voltak, de az eredmény maradt 4-3 a Fedél javára. Elég gyenge teljesítmény nyújtunk még mindig, és hát nagyon sportszerű, meg játszani akaró ellenfelet kaptunk ki, akik akarták a győzelmet, de szerencsére egy gólal az a jobbak volt. Egyetlen célunk van, hogy tisztességesen próbáljunk játszani a hátralévő fordulókban. Ma ennyire tellett, tartalékosak voltunk, jobb volt az ellenfél, megérdemelten győztek. Az egész szezonra jellemző volt, hogy nem bírja el az osztály azt, hogy annyi helyzetet kihagyjunk, mint amennyit itt kihagytunk. Minden meccsen van 3-4 olyan zicserünk, ami gólt érdemelt volna, nem bírja el a csapat. A Gallon Kft. Fevita találkozó érdekes mérkőzésnek ígérkezett, hiszen a kékmezes Fevita csupán 4+1-es csapattal tudott kiállni. Ezt a Gallon ki is használta, és gyorsan 2 gólos előnyre tett szert. Ekkor a Fevita még tudott szépíteni, de a Gallont ez nem zavarta meg, és tovább folytatta a gólgyártást. A félidőben már 5-2 volt az állás a Zebrák javára. A hűtőháziak időközben újabb játékosukat voltak kénytelenek nélkülözni, majd mikor 7-2-es Gallon vezetésnél a kapus is megsérült, a játék vezetők idő előtt lefújták a mérkőzést. A dobogóért folytatott harcban egyaránt érdekelt Klubfeca a Turulánynal csapott össze. Az első félidőben még kiegyenítettnek lehetett nevezni a játékot, ám a Turulány tett szert vezetésre. Fordulás után a kékmezesek felőrölték ellenfelüket, és a gólgyártásban meg sem álltak az 5-ös számig. Ekkor a Turul játékosai kiengedtek, és a mérkőzés utolsó negyedében a Klubfeca vette át az irányítást. Ennek eredményeként 2-szer találtak az ellenhálójába, így kialakult az 5-2-es végeredmény a Turulány javára. Ez már a sokadik gyenge mérkőzésünk a zsinórban. Valami elromlott a csapaton belül, viták vannak már egymás között is a pályán. Akinek húzni kéne, az nem húz annyira. Hiányoznak a sztárjátékosok góljai. A duma az megy, de a játék az nem nagyon sajnos. Hát ezzel azt hiszem 4.-5. helyen Fapadossal megküzdünk érte, de a Csérpluszúj a bombon és a Turul az nagyon messze van már tőlünk. Nézzük a 25. forduló eredményeit. Zöldker 96 Kft. Blue Hétfő 4-3, Bádogos Bombombolt 5-7, Süni és Barátai Csérpluszré 0-7,
Mávgépészet, Fapados Söröző 4-4. Más tészta, Fedél Kft. 3-4. Gallon Kft. Fevita 7-2. Turulány Klubfeca 5-2. A bajnokság a következőképpen alakult, továbbra is őrzi vezetőhelyét a Csé plusz V 40 ponttal, második a Bombombolt 36 ponttal, egy mérkőzéskel kevesebbet játszott. A Turulány a harmadik 35 ponttal. Negyedik a Fapados, ötödik a Klubfeca, majd leszakadva a mezőny többi fele, hatodik a Fedér 21 ponttal, hetedik a Bádogos 19-el, nyolcadik a Gallon, kilencedik a Süni és Barátai, tizedik a Blue Hétfő, a kieső pozíciókat pedig 11. a Zöldker 96 Kft. 15 ponttal, 12. a MÁV Gépészet 13-mal, 13. a Fevita 12-vel és 14. a Más Tészta 11 ponttal. Kedves nézőink, a Kispálya című műsor legközelebb jövő hét szombaton jelentkezik ismét a Fehérvár Televízió műsorán. Kérem, tartsanak velünk akkor is. Már a munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.